Az elmúlt időszakban rendre azt látom, hogy hasonló ideológiával rendelkező, hasonló gondolkodású újságírók vannak, holott ez egy közszolgálati médium. Igen, ez azért van, mert a jobboldali sajtó nem engedi ide a saját munkatársait. Tehát ez a megosztottság, ez megint csak nem innen a közszolgálati televízióból indul ki, hanem vannak korlátai annak, hogy kit tud hívni és kit nem tud hívni, miként abban is vannak korlátai, hogy ki áll ott. Azért nem állott október 15-e óta ellenzéki, illetve Fideszes KDNP-s képviselő, mert Semmilyen Zsolt bejelentette, hogy ők kivonulnak innentől kezdve a közszolgálati területen. De ennek valami oka volt. Tudod arról például, hogy a Magyar Nemzet szerkesztőségében van egy olyan utasítás, hogy az újságíróik nem jöhetnek ide, miközben folyamatosan hívjuk őket? De hát nem csak a Magyar Nemzet van az úgynevezett politikai jobb oldalon, tehát ezért biztos találnának. Jelentős részüknél ugyanez a helyzet, nem de hát ennek valami oka van. Ennek valami oka van, tehát hogyha Gyurcsány Ferenc beszélt az előbb, hogy nem gyakorol önkritikát, akkor ez önökre is vonatkozik, hogy ebből azért el kellene gondolkodniuk, hogy miért van ez. Megengedni, hogy bojkottálja az önök műsorát. Beszéljünk inkább az önök terveiről, mert van olyan dolog, amit nem értek ebben. A mi magunk egyesület, szervezet, mi a pontos megnevezés? Mozgalom. Mozgalomnak. A fő célja ugye a hatalomátvétel, mégpedig len olyan módon, ez a honlapikon olvasható, hogy saját médiabirodalmat akarnak kialakítani, és saját intézményrendszert, egy párhuzamos Magyarországot a jelenlegi hatalommal szemben. Mik ezek az intézményrendszerek konkrétan? Ez lenne a kérdésem. A másik pedig, hogy azt nyilván ön is tudja, hogy attól még, hogy lesz egy tévéjük, egy újságjuk, vagy adott esetben egy rögtönítélő bíróság, vagy nem tudom, hogy mire gondol, abban az esetben önök még nem gyakorolnak közhatalmat. Hogy próbálják ezt megoldani? Számos példa mutatkozik a történelemben arra, hogy ilyen párhuzamos intézményrendszereket hoztak létre. Én azt mondtam, hogy a párhuzamos Magyarországot kell felépíteni. Az, hogy mi az utcán voltunk és vagyunk, az nekünk, ahogy az előbb is már mondtam, nem jó. Mi ezt egyáltalán nem élvezzük. Én nem hiszem, hogy bárki is élvezi ezt közülünk. Minket a hatalom kényszerített erre, mert nincs más lehetőség. Hiába beszél arról, hogy párbeszédet fog folytatni az elégedetlenkedőkkel, ehelyett a párbeszéd helyett folyamatosan nyomásgyakorlás alatt vagyunk. De mi az intézmény? Jogainkat. Milyen intézmény? Tehát nem marad más lehetőségünk, mint ahogy mondjuk Hollandiában az Élhető Hollandia nevű formáció ezt megcsinálta nem olyan régen, vagy ahogy éppen Deák Ferencék annak idején ezt szintén megcsinálták Magyarországon, és még nagyon-nagyon sok történelmi példát hozhatnék, hogyha látható az, hogy a lakosság egy jelentős részének nincs más lehetősége, mint hogy az utcára menni, nincs más lehetősége, hogy ebben az országban valahogy döntsön, hiszen hazugsággal került hatalomra ez a kormányzat is. És egy én ezt értem, Torosztályú, de mik az intézményrendszer? Akkor meg kell teremteni a saját valóságunkat. Nagyon sok ember, aki mondjuk az MSZP-re szavazott, azért szavazott arra, mert egy virtuális valóságban élt, elhitte azt és azokat a számadatokat, amiket akkor a kormány mondott, amiről ma már tudjuk, hogy hazugság. Mi szintén egy virtuális valóságban fogunk élni, ez jogunk van, ez a mi valóságunk lesz, amelyben azt fogjuk mondani, hogy nem akarunk a jövőben és a továbbiakban tudomást venni a kormányzati intézkedésekről, egyfajta elnyomásként fogjuk azt felfogni, tehát befizetjük az adót, mert nem lesz más lehetőségünk, hiszen nálam is gyorsan kint volt az APEC, miután ugye ezt a kérdést feszegettem a Kossuth téren, tehát be fogjuk fizetni az adót, de úgy fogunk erre tekinteni, mint a történelemben nagyon sokszor, amikor jött az adófizető és elvisz az adót. De amellett áldozni fogunk arra, hogy létrehozzuk a saját intézményeinket, intézményrendszerünket, aminek az egyik része az a bizonyos média hálózat, amit ön is az előbb. Igen, de mik ezek konkrétan? Hát februártól elindul egy heti lap, megint csak nem akarom reklámozni, hiszen ez egy az adófizetők pénzén működő közmédiumban vagyunk. Tehát elindul a heti lapunk, egy országos heti lap, amely egyébként a határon túl is meg fog jelenni. Az interneten több weboldalt, illetve ez csak a média. Portált létrehozunk. Így van, ez csak a média. És intézményrendszer. De ezen kívül természetesen más intézményrendszerek is lesznek, amelynek a csúcsán egy árnyék kormány fog állni. És ettől ez az hatalom... árnyék kormány kizárólag szakemberekből fog állni, én nyilván nem leszek benne, de szondázni fogjuk azokat az embereket, akik így gondolkodnak, hogy egy másik Magyarországot akarnak, nem a Gyurcsányféle új Magyarország programot, hanem a másik, az eredeti Magyarországot szeretnék, ők hinni fognak az ebben, az áldozni eredeti? Fognak ebben. Bocsásson meg, melyik az eredeti Magyarország? Ezt fogják önök a mi médiumainkon keresztül megismerni. Most még nem áruljál? Tessék? Most még nem áruljál, hogy melyik az eredeti Magyarország? Hát meg fogják, még egyszer mondom, meg fogják ismerni. Az eredeti Magyarország, amelyet nagyon sokan szeretnénk, akiknek elege van abból, ami az elmúlt egy esztendőben az országban történt. Aki nem az eredeti, az meg milyen?
Hát az az ő virtuális valóságuk, ahogy az előbb mondtam. Minden normális társadalom számos ilyen valóságból áll. Akik szavaztak az MSZP-re, és azoknak az embereknek minden társadalom számos ilyen valóságból áll. Kulturálisan, szociálisan, ezerféle módon tagolódnak az emberek. Színes a társadalom. Ki a maga valóságában él. Ez így van. Ez így van. Nekünk is jogunk van a saját valóságunkhoz. Ki vitatta ezt? Eddig nem volt. Most építjük fel. Ennek a társadalomnak, eddig is volt. Ennek a társadalomnak és ennek a politikai társadalomnak a részei voltunk, és továbbra is ennek a színes társadalomnak a részei kívánunk maradni, de eddig számunkra sem létezett más kormányzat, csak a Gyurcsány kormányzat. Mostantól kezdve megteremtjük azt, amit az Élhető Hollandia megteremtett annak idején Hollandiában, és még nagyon-nagyon sok példát tudnék hozni. Megteremtjük a saját valóságunkat, valóban szakemberekből álló kormányzatot. Még egyszer hangsúlyozom, például én, mert nyilvánvalóan megkapom a vádot, hogy én akarok kormányfő lenni. Nem. És mit nem, fognak kormányozni ezzel a kis szervezettel, saját szervezettel? Hát a legfontosabb, hogy ha kormányozni akar valaki, akkor egy programot kell felmutatnia. Ez a szakértői kormányzat, aminek egyáltalán nem, sőt, nem csak az a lényege, és nem csak az az elsődleges kérdés, hogy kikből fog állni, hiszen még ezt mondom, szakemberekből, akik nem akarnak hatalmat törni. Ők nem mondok, mert nem én fogom összeállítani természetesen ezt a kormányzatot, hanem megszondázzuk az országban. Megszondázzuk az embereket az interneten keresztül, a saját csatornáinkon keresztül, azt a sok tízezer embert megpróbáljuk megszólítani, akik szeretnék, és akiknek elege van ebből a kormányzatból Magyarországon. És hogyha feláll ez a szakértői kormány, amelynek nem is egyáltalán nem fontos, legalábbis én szerintem az, hogy nyilvános legyen a névsora, hanem a programja a fontos. De bocsásson meg, ha azt akarja, hogy több tízezer ember azonosuljon vele, akkor azt mondja, hogy ez egy fantom kormány lesz, hogy nem fontos, hogy ilyen. Nem, a több tízezer ember javasolni fog szakembereket, akkor nem fog egyetlen fontos a neve? Sem, egyetlen egy politikus sem. Nem mondtam, hogy nem lehet nyilvánosságra hozni. Ők javasolni fognak szakembereket, nem politikusokat, szakembereket, és a program lesz az, amit mindenki meg fog ismerni. És akkor nincs előítélet, nincsenek, legalábbis mondjuk úgy, hogy előre eldöntött dolgok, hanem a programot fogja mindenki megismerni, és csak utána a személyeket, és nem lesz jobb oldal meg ön szerint, ön szerint ki a jó szakember ma Magyarországon? Mondjunk két személyt, akit mondjuk el tud képzelni, hogy egy ilyen kormányban benne legyen. Rengeteg ilyen szakember van. Most, hogyha mondjon kettőt konkrétan. Nem mondok, mert nem vagyok felhatalmazva arra, hogy neveket megnevezzek, de például ismerek Szegeden a saját városomban olyan orvosokat, akihez mondjuk családtagomat vittem, évek óta ismerem, köztiszteletben álló orvosokról, vezető orvosokról van szó. Miért ne lehetne például jobb a jelenlegi egészségügyi miniszternél, aki most zúzza tönkre Magyarország egészségügyi rendszerét? Azzal az aprósággal számol, hogy bárki szakember, aki egyébként köztiszteletre méltó a szakmáját kiválóan tudja, és szerintem is miért ne lehetne jobb, mint akármelyik mostani miniszter, abban a pillanatban, amikor ebben a testületben belekerül, onnantól kezdve, ha akarják, ha nem, politikus lesz. Politikus nem lesz. Van egy, dehogy nem. Nem lesz, nem lesz, hát minden, minden politikai naív így kezdi, aztán mire észbe kap, hogy úristen, mibe keveredtem már régen késő. Ebben önnek természetesen igaza lehet, éppen ezért mondtam azt, hogy nem biztos, hogy nyilvánosságra kell hozni ezeknek a szakembereknek a nevét, még egyszer mondom, a programjukat kell nyilvánosságra hozni, legyen végre vége annak, ami Magyarországon van, hogy először nézzük az embert, és utána azt, hogy mit mond. Nézzük azt, hogy mit mond, mit alkot, és bőven ráérünk arra, hogy kiderüljön, hogy ki az a személy. Nézzük azt, hogy miben jutunk előre. Nézzük azt, hogy önök mit mondtak korábban, mindaz, amiről most beszéltünk, az a jövő. Október 26-án a Várban alkotmányozó nemzetgyűlés tartott az a Magyar Nemzeti Bizottság 2006, akinek ön is az egyik ügyvivője volt a Kossuth téri tüntetések idején. Azzal tartották ezt a alkotmányozó nemzetgyűlést, hogy egy hónapon belül a Szent Korona eszméje mentén felépített politikai intézményrendszert kívánnak alkotni. Mi lett ebből? Elmúlt az egy hónap, most már január van. Nem egészen pontos az idézet, ugyanis az egyik felszólaló, Halász József fogalmazta ezt meg, ez nem egy közösségi akarat volt, ezt ő fogalmazta meg, és azt mondta, hogy november 25-én szeretne alkotmányozó nemzetgyűlést tartani Magyarországon. Mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az éppenséggel időszerű, hiszen egy alkotmányozó nemzetgyűléshez ma Magyarországon szerintem több millió ember kellene. Éppen ezért maga az október 28-ai nagygyűlés is ezért előkészítő népgyűlésként lett definiálva. Tehát amit ön idézett, az valószínűleg elhangozhatott valamilyen formában.